szentmise keretében áldották meg a koszorúkat, amiket a hagyomány szerint a vízre engednek, azért, hogy így emlékezzenek a hajósokra, akik munkájuk során vesztették el az életüket. Ezt követően a résztvevők együtt vonultak a Holduna partjáig. Ez a betelepült svábok nagy ünnepe volt 1950-ig. Ugyanis akkor az akkori kormányzat betiltotta ezt az ünnepet, illetve csak templomon belül lehetett megtartani. 7 évvel ezelőtt újítottuk föl ezt a szokást, tehát az, hogy lemegyünk a vízre, és koszorút eresztünk a vízben megholtak emlékére, illetve kérjük Isten áldását, hogy ne történjen az idén baleset, illetve haláleset a vízen. Minden szentek királynéja. Tolna vízi város volt, és van, és lesz is még nagyon sokáig, bár most már csak Holdunánk van, de hát a Holduna, a mély szap ugyanolyan veszélyes lehetett, és lesz, mint amilyen volt régen a folyó Duna. A tolnai hajósok azok az egész világon ismertek voltak. Természetesen Európa volt a fő úti cél, illetve hát a Duna hajózható része, de tengerészek is voltak a tolnai hajósok között, kapitányok, később hajógépészek, úgyhogy mindenféle szakma képviseltette magát, ami a hajózáshoz kapcsolódott. És ami nagyon-nagyon nagy dolog, hogy a tolnai hajóácsok, hajóépítő mesterek egész Európában híresek és keresettek voltak. Tehát az a mesterlegény, aki azt mondta valahol Európában az 1800-as években, hogy ő tolnáról jött, az minden bizonnyal befogadták bármelyik hajóács vagy ácsműhelybe. A Duna közelsége miatt évszázadokon keresztül éltek a helyiek hajózásból és az ahhoz kapcsolódó szakmákból, ezért itt már évszázadokkal ezelőtt is rendszeresen tartottak Nepomuki Szent Jánosra emlékező ünnepet. Ez a mai időben bennünket akár a baráti titoktartásra, akár az olyan diszkrét dolgokra, helyzetekre, ami megkívánja ezt. Hát ne egy cserfes nyelvünk legyen, hanem tudjunk erre vigyázni. Mások szempontjából, de ha velünk tennék meg, erre is gondoljunk, az nekünk milyen lenne. János a hajósok védőszentje 14. századi pap volt, akit a cseh királynő a gyóntatójának választott. A király meg akarta tudni, miről beszélt neki a felesége, János mégsem mondta el a titkot, ezért megkínozták és folyóba dobták. Ez kicsiben kezdődött, Városi Könyvtár és a plébánia közös programjaként, és szépen lassan próbáltuk bevonzani a civil szervezeteket, iskolákat is, hiszen aki itt él Tolnán, az valamilyen szinten a mai napig is kötődik ehhez a vízhez. Úgyhogy általános iskola, gimnázium, civil szervezetek képviselői mind jelen vannak és vonulnak le. Erre az 50-ben abba maradt hagyományra úgy ráéreznek. Nem lasszóval fogtuk az embereket, nem tudom mivel kényszerítettük, meghívás ment, és akinek van füle, és meghallotta, az most itt van, és itt tud lenni. És azt gondolom, hogy talán ez is egy közösséget erősítő alkalom apropó, ami valahol az egyházat meg a várost is összeköti, és talán ez így van rendjén. Tolnán idén helyi általános iskolások és gimnazisták is bekapcsolódtak a hagyományőrző programba. A gyerekek már sötétben a Dunaparton nemrégen átadott új vízi színpadon mutatták be a régóta gyakorolt táncos előadásukat.
Nem sokkal később pedig a halászbárkáról az első koszorúk is a vízre kerültek, ezután pedig virágokat és mécseseket engedtek a Dunára.